70 éves a Totó. Lövés, nem van a hálóban a második honvéd gól. Az év legnagyobb skandináv lottó főnyereménye gazdára talált. Salvador Dali életének szerencsés érdekességei. Szerencsés napot kívánunk, ez a Szerencsehíradó. Pápán vagyunk, nem sokára egy egészen szürreális világba pillanthatunk be. Melynek Salvador Dali volt az egyetlen meghatározó alakja, legalábbis a saját véleménye szerint. Nem sokára többet is megtudhatunk róla. Mindjárt felteszem a 10 kérdést 100 másodperc alatt sok-sok sorsjegy csomagért, és elkezdjük felvillantani a szerencse szóbetűjét is a jobb felső sarokban. Kezdjünk! Első játékosunk egy barokk úrnő, Viki. Szia, Viki! Sziasztok! Kérlek, mondd el, hogy ebben a szép ruhában mi a feladatod itt a kastélyban? Tálatvezetőként dolgozom itt a kastélyban. A játékidő 50 másodperc, ez alatt az idő alatt 5 kérdést fogsz kapni Gézától. Minden egyes helyes válaszod már biztos nyeremény, egy ilyen sorsétcsomag. Érdemes passzolni, ha nem tudod a választ, mert ha időn belül vagyunk, akkor visszatérhetünk rá. Józsi, indítsd az órát. Indítom. Melyik országban született Salvador Dali? Spanyolország. Egy jó válasz. Mit jelent az X a Totó játékban? Egyes, kettes, X. Hát, sem. Vagy... Milyen eredményt egy mérkőzés? Döntetlen. Két jó válasz. A héten lett egy éves az M5. Mi a kulturális csatorna szlogenje? Jót s jól, vagy kultúrából ötös? Jót s jól, vagy kultúrából ötös? Jót s jól. Idén hol rendezték meg a Nemzeti Vágtát? Kossuth Lajos téren, vagy a Hősök terén? Hősök terén. Három jó válasz. Pontosan 134 évvel ezelőtt tartották az ember tragédiájának ősbemutatóját. Sorolt fel Madách Imre művének három színét. Ilyen. Jelentekre tagozódik a mű. Róma. Igen. Lejárt az idő. 50 másodperc. Ennyi volt. A városok Atén, Párizs, Prága, Prága 2. Így is volt, azt mondja, hogy 1-2-3 jó válasz volt. Okay. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Ez pedig a nyereményed. Parancsolj, 3 darab sorsétcsomag. Gratulálok sok szeretettel. Köszönöm. 6 éve nem látott rekord összeget vittek el szerdán a Skandináv Lottón. Lássuk az elmúlt 7 nap nyeremény híreit. Az 5-ös lottón a 11 darab 4-es tulajdonosa fejenként 4.679.000 forintot nyert. A 6-os lottón a 42 darab 5-ös 347.000 forintot fizet. A Skandináv Lottón az 1 darab rekord összegű telitalálatos több mint 690 millió forintot ér. A Jokeren egy szerencsés gazdagodott több mint 30 millió forinttal. A Luxorban az egy darab telitalálatos tulajdonosa közel 7 millió forintot vihet haza. A Totón egy szerencsés találta el az összes meccs végeredményét. Nyereménye közel 11 millió forint. Az Eurojackpoton 2 darab 5 plusz 2-es született. A tulajdonosok fejenként bruttó több mint 15 millió eurót nyertek. Múlt heti szerencse szavunk a maraton volt. Liptai Ferenc tatai játékosunk pedig a Szerencsejáték ZRT jóvoltából 7 darab sorsétcsomaggal gazdagodott 7000 forint értékben. Gratulálunk! A Szerencsehíradóban már megünnepeltük az 5-ös lottó 60. születésnapját. Nála csak egy korosabb szerencsejáték van Magyarországon, a Totó. A játékot először kereken 70 éve rendezték meg. A legnagyobb főnyeremény 2013-ban több mint 57 millió forint volt. Most jöjjön még pár érdekesség. Régi relikviák a pultokon, és ezekkel egy idős foci meccs, az Embersport fogadás kerek születésnapja alkalmából. Ez volt az első sportfogadási játék, és sportfinanszírozási céllal vezették be, hiszen a 48-as olimpiára készülő csapatot szerették volna szponzorálni ebből a pénzből. Az egyik legsikeresebb olimpiánk, több 10 arannyal és számos más éremmel tértünk haza. Utána a más szocialista országok is jöttek tanulmányútra. Az egyik rekordnyeremény kifizetésére egy igazán történelmi napon került sor. Éppen 1956. október 23-án fizettük ki. Akkori Totó 17 éves történetének ez volt a legnagyobb, 47-től 64-ig ez volt a legnagyobb nyereménye. Pont a forradalom napja, kitörésnek a napján került kifizetésre. Ezen a szelvényen az aranycsapat legutolsó meccse is szerepelt. A Totó más különlegességgel is szolgált. 1983-ban olyan halmozódás alakult ki a Totón, hogy meghaladta az abban az évben a legmagasabb lottónyereményt is. A Szerencsejáték ZRT a nagymúltú játék mellett a jelen sportágait és sportolóit is pártolja. Fontos számunkra az is, hogy valóban az elmúlt esztendőkben is olyan tradicionális magyar sportágakat támogattunk a látvány sportágak mellett, amelyek
olimpiai aranyérmeket is jelenthettek közvetetten, hiszen a magyar úszósport, a magyar vívósport kiemelkedő támogatóinak mondhatjuk magunkat, illetőleg támogatunk olyan tradicionális magyar sportágokat, mint például a birkózás vagy hasonló olimpiai sportágok. Második szerencsés játékosunk Nicoletta grófnő. Szia, Niki! Sziasztok! Mi volt életed legszerencsésebb pillanata? Az, hogy eljuthattam Párizsba, illetve Londonba. Szabályokat már ismered? Zsuzsi, indítsd az órát. Indítom. Melyik sportág végeredményére fogadhatunk a Totón? Passz. Mit láthatunk Pápa címerének jobb felső sarkában? Ezüstvérholdat vagy aranylónapot? Aranylónapot. Ezüstvérholdat. Ki a Magyarország Szeretlek című műsor női csapatkapitánya? Rátonyi Kriszta vagy Diósi Klári? Rátonyi Kriszta. Egy jó válasz. 1791. szeptember 21-én született gróf Széchenyi István. Melyik híd építése fűződik a nevéhez? A Láncing. Két jó válasz. Nevezd meg a három legutóbbi pápát, római pápát. Passz. Akkor gyerünk vissza oda, hogy melyik sportág végeredményére fogadhatunk a Totón. A Totón. Melyik sportág vajon? Foci. Igen! Gyerünk vissza a római pápákhoz. Három római pápa. Nem fog most menni. Nem, passz. Akkor azt mondjuk 16. Benedek pápa, második János pápa és Ferenc pápa. Három jó válaszod volt, gratulálunk. Köszönöm. Én pedig nyújtom is át a nyereményedet. Köszönöm Sok szépen. Sok szeretettel gratulálunk. Köszönöm. Most pedig térjünk vissza a szerencse szóhoz. Mai megfejtésünk magas főnyeremény esetén jelentkezik. Ezúttal 6 darab sorsjegy csomagot nyerhetnek, hiszen mai két játékosunk ennyi helyes választ adott. Helyes megfejtéseiket pedig a címükkel együtt vasárnap éjfélig várjuk a szerencsehíradókukat szerencsejáték.hu e-mail címre. Nagyon sok szerencsét! Mindig adódik egy pillanat az emberek életében, amikor rájönnek, hogy imádnak engem. Ezt természetesen nem én mondtam. Igen, a Salvador Dali világhírű spanyol művész mondása, aki nem épp a szerénységéről volt híres. Most a róla szóló kiállítást nézzük meg itt Pápán, az Eszterházi kastélyban. Salvador Dali grafikáit mutatjuk be itt a Pápai Eszterházi kastélyban, méghozzá azokat a grafikákat, amelyek világirodalmi remek művek illusztrációiként készültek. A gyűjtemény pedig egy német üzletember, Thomas Emmerling úr tulajdona. Tulajdonképpen egy szerencsés véletlen folytán került ide ez a kiállítás Pápára. Ő kereste meg a várost, egy másik gyűjteményét szerette volna bemutatni. Ekkor elhívtuk ide az Eszterházi kastélyba, körülnézett, meglátta ezeket a gyönyörű tereket, és azt mondta, hogy ide Dali kell. Ezek első pillantásra sokkoló képek is tudnak lenni. Itt szeretnénk időt adni a látogatóknak, hogy egy kicsit jobban megismerjék Dalit. Katalin szerint Dali jól érezné itt magát. Amikor ide ellátogatnak a vendégek, akkor csodálkoznak, hogy mit keres a szürrealizmus egyik legnagyobb alakja. Saját bevallása szerint egyébként a legnagyobb és egyetlen alakja egy barokk kastélyban. Véleményünk szerint imádná. Élete egyik legfontosabb pontjának tartotta, amikor Juan Carlos spanyol királytól nemesi rangot kapott. Így biztosak vagyunk benne, hogy ebben a kastélyban igazán itthon érezné magát. A művész igazi polihisztor volt, szakácskönyvet is írt. A magyar megnyitón egy receptet, az avokádókrémet nem is készítették. Az extra hozzávalókat senkinek sem sikerült eltalálnia. És itt most egy titkot árulok el. Agyvelő van benne, akkor tekila és mandula. Roppant mód szerencsés ember volt, és rá is vonatkozik az a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött egy nő áll. Amikor megismerte a feleségét, menedzserét, múzsáját, élete nagy szerelmét, Gálát, akkor gyakorlatilag ő vette kezébe az életének az irányítását, a sorsát. Állítólag elhangzott egy olyan mondat is, hogy kicsi Dali, te csak fessél, én majd eladom. A kacifántos bajszú művész szerint a két legnagyobb szerencse, ha első, valaki spanyolnak születik, és második, ha Dalinak hívják. A pénz sem volt közömbös számára. Az idézet Dalitól úgy hangzik, hogy már gyermekkoromban elhatároztam, hogy könnyed multimilliómosként vágok át az életen, és hogyha visszatekintünk a Dali életműre, akkor ő ezt maradéktalanul meg is valósította. Kedves nézőink, műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu, illetve a szerencsehiradó.hu weboldalakon. Találkozunk a jövő héten is itt a Dunán, addig is vigyázzanak magukra, és maradjanak nagyon szerencsések a viszontlátásra. Viszontlátásra!